A feltámadás ünnepének második napján sok szeretettel köszöntöm kedves testvérémet. Egy kicsit próbáltunk változtatni a helyszínen, hogy érezzék jobban magukénak az asszonyvásári testvérek is, és majd a következő alkalmakkor esetleg más imaházak épületéből szeretnénk jelentkezni. Imádkozzunk, mielőtt igét olvasnánk. Feltámadt hős, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te nagy szeretetedet, és az, hogy azért haltál meg, mert bűnösök voltunk, és azért támadtál fel, hogy megigazítassunk a te igazságod által. Köszönjük, hogy vágyhatunk arra, hogy még jobban megismerjünk nem csak téged, hanem a te feltámadásodnak az erejét is. Urunk, imádkozunk azért, hogy öntözd meg szívünk megkeményedett száraz talaját, lelked mennyei esőjével, és kérünk, atyánk, hogy látogass meg földjeinket is, vetéseinket is, a mennyei áldással, Uram, és tedd termővé a mi mezőnket, és tedd áldotta a mi kezünk munkáját. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindenben segítségül hívhatunk tégedet. Kérünk téged, hogy tedd áldottál számunkra ezt az alkalmat, és ennek az igének az üzenetét és mondani valóját, amit közvetlenül feltámadásod után mondtál tanítványaidnak, és közöltél a tieiddel. Segíts, Uram, levonni ennek a tanúságát, megszívlelni, szívünkbe zárni, és cselekedni azt, Úr Jézus, hogy parancsaidat teljesítve boldogokká tehessél bennünket, és te is örvendezhessél rajtunk és az életünk felett. Kérlek, Uram, áld meg kedves testvéremet, bárhol vannak a körzet minden gyülekezetében, azokat, akik hallgatják, Uram, ezeket az Isten tiszteleteket, kérünk, Urunk, hogy hadd ne maradjon meddő a te ígéd, hanem váljon olyanná, mint az eső és a hó, ami nem tér vissza hozzád üresen, hanem jó szerencsését teszed ott, ahova küldötted. Hallgass meg, Uram, imádságunkat, tegyél többet kérdésünk, és fogadd el hálánkat azért, hogy te élsz, és mi is élhetünk, és élni fogunk veled együtt. Legyen ezért tiéd a dicsőség és a felmagasztalás örökké, atyánk, az Úr Jézus drága nevén keresztül. Amen. Ez ünnep másodnapja alkalmával Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetéből olvasom, a 11-es verstől kezdve a 20. verssel, a rész utolsó versével befejezőleg. Ami alatt pedig az asszonyok mennek vala, íme az őrségből némelyek bemenvén a városba megjelentének a főpapoknak mindent, ami történt. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, tanácsot tartván sok pénzt adának a vitézeknek ezt mondván. Mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopák őt, mikor mi aluvánk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvevén a pénzt úgy cselekedének, amint megtanítatták őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind-e mai napig. A 11 tanítvány pedig elméne Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket, és mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ezt az igeszakaszt nagyon jól ismerjük mindazok, akik Bibliát olvasó emberek vagyunk, és tudjuk, hogy ez a nagy misszió parancsot, az Úr Jézus parancsát tartalmazza, amit halálából való feltámadása után közvetlenül adott az ő tanítványainak, mielőtt a mennybe menetel bekövetkezett volna. És az is a vezér gondolata ennek az ige szakasznak, hogy a feltámadott nagy parancsa. A posztmodern kor embere nem igazán szereti, ha valaki parancsol neki. Ismerek olyan szemét, aki azért hagyta ott munkahelyét, mert nem tudta elviselni, hogy neki valaki más mondja meg, hogy mit és hogyan tegyen. Ugyanakkor Isten gyermekei számára soha nem volt és nem lehet idegen a parancs kifejezés, különösképpen Jézus Krisztus, illetve Isten részéről. Eszembe jutott néhány igevers, többek között a Cselekedetek könyve 17. részében, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy mostan parancsolja Isten mindenkinek mindenütt,
hogy megtérjenek. A megtérés tehát nem csak egy kérés, hanem itt ebben az igében egy parancsként van megfogalmazva. Aztán az Úr Jézus azt mondotta még a János evangélium a 14. részében, hogy akik engem szeretnek, azok az én parancsolataimat megtartják. Ugyancsak János az ő levelében, az első levele 5. részében azt mondja, az ő parancsolatai pedig nem nehezek, nem kivitelezhetetlenek. Parancsa teljesítése pedig szeretetében való megmaradásunknak a feltétele, ahogy a János evangélium a 15. rész 10. versében találjuk. Foglalkoztatott az a kérdés, hogy akik a feltámadott nagy parancsát teljesítik, azok mit nem tehetnek, vagy hogy nem tehetik a dolgokat. Mert előbb úgy gondolkodtam rajta, hogy miért van a nagy misszió parancs elé oda fűzve, vagy éppen miért látták jónak azok, akik összeállították az ünnepi igéket, hogy ez is oda legyen olvasva, ami a vitézek, a katonák, az őrök esetét illeti, problémáját, gondját illeti, miért van ide fűzve, miért van ezzel együtt, vagy ez előtt közvetlenül, amit az Úr Jézus a nagy misszió parancsként fogalmazott meg. És ebből azt értettem meg, hogy azért, hogy megértjük, hogy milyenek nem lehetnek azok, mit nem tehetnek azok, akik a feltámadott nagy parancsát, misszió parancsát komolyan veszik, vagy teljesíteni szeretnék. Tehát akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok nem emberi megbízatást teljesítenek, mint tették az őrök. A vitézek voltak a feltámadás leghitelesebb, mondjam úgy, szemtanúi, hiszen ők élőben láttak mindent. Látták, amikor megjelent az angyal. Látták, amikor a földrengés megmozgatta a sír száján levő követ, vagy éppen elhengerítette az angyal a sír szájáról való követ. Láthatták, amikor Jézus kijött a sírból, amikor feltámadt. Vitézek voltak, katonák, keményen, erősen kiképzett harcos emberek voltak, és ezzel kapcsolatosan eszembe jutott különösképpen 2-3 ige, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek. Nem testiek, nem emberi megbizatást teljesítünk. Mert a testi kívánságaink a lélek ellen való vitézkedésként vannak megfogalmazva Péter apostol első levele 2. része 11. versében. Megbízóikhoz lojálisak voltak, mivel nekik tartoztak elszámolásra, mi pedig mindenek előtt, Isten előtt kell majd mind arról, amit teszünk, elszámoljunk és beszámoljunk. Nem azt szeretném ezzel mondani, hogy a hívő ember nem elszámoltatható, de mindenek előtt nem egymásnak tartozunk ezzel, vagy elsősorban nem, hanem mindenek előtt, mindenek felett Istennek. Aztán akik a feltámadott parancsát készek teljesíteni, azok nem megvesztegethetőek, nem lehetnek korruptak. A 12. versben olvastuk, hogy úgy tekintettek a szolgálatok, mint egy jó pénzszerzési lehetőségre. És Isten gyermekei, akik Jézus Krisztus parancsát teljesítik, azok a parancs teljesítésében nem egy jól fizető munka lehetőséget látnak, vagy kell lássanak. Akkor sem, ha az Úr úgy rendelte Pál apostol szavai szerint, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból is éljenek az 1 Korintus 9.14 alapján. Nem a sok pénz, az anyagi jólét jelent számunkra biztonságot. Nem ez, hanem az Isten szavára való figyelés, az Isten parancsának a teljesítése. Tehát nem szabad az életünkben a pénz szerelme elfoglalja a főhelyet, hanem azt mondja Pál, Krisztus szerelme kell bennünket szorongasson. Ez az, amire a mai kereszténységnek is igen nagy szüksége van. Aztán akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok nem terjeszthetnek hamis híreket, álhíreket, fake newsokat, ahogy fogalmaznak manapság. Annyira hatása alatt voltak az eseményeknek ezek a vitézek, hogy a papok kellett a szájukba rágják, hogy hazugságként mit mondjanak, mit terjesztenek. És ezzel tulajdonképpen ezek a vitézek önmagukkal hasonlottak meg, és azt mondja az ige, amely ház vagy ország meghasonlik önmagával, az el fog pusztulni. Az el fog pusztulni. Felmerül bennem az a kérdés, hogyha aludtak, ahogy mondják ők, ahogy a szájukba rágták a papok a hazugságot, akkor hogy láthatták, hogy pont a tanítványok jöttek és vitték el? Ha nem aludtak, akkor miért engedték, hogy elvigyék az Úr Jézus testét? Azt mondja egy szép magyar közmondás, hogy ami nagyon szomorú, hogy a hazug embert hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát. Pál apostol pedig azt mondja,
Korintusiak adott második level, negyedik rész, második versében, hogy mi pedig nem hamisítjuk meg az Istennek ígéjét, az ige igazságát. Az igazságot nem tesszük hamissággá, nem változtatjuk azzá. Aztán negyedik dologként a következő versben, a 14. vers alapján azt értettem meg, hogy akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok nem emberektől remélnek védelmet. Nem emberektől várnak oltalmat. Ez azt mondja a Jeremiás 17.5-ben, átkozott az a férfi, aki emberekben bízik. Azt mondták a papok, ha valami bajotok lesz, akkor mi kimentünk. Mi majd megoldjuk helyettetek. És akik Isten parancsát teljesítik, azok Isten védelmére számíthatnak. Azok Isten védelmét élvezhetik. Mert azt mondja az ige, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből az Úr menti ki őt. Ott van például, nemrégen olvastuk az ünnepek alkalmával Judásnak a történetét, amikor pénzt kapott ugyancsak a papoktól, de azok, amikor lelkiismereteivel nem tudott kibékülni, nem tudtak segíteni rajta. Jó lett, hozzájuk fordult, amikor lelkiismerete vádolt, és nem segíthettek rajta. És hány esetben csupán az emberi segítség csak ígéret marad. De Isten segítsége igen biztos. Igen biztos Isten segítsége, még a nyomorúság idején is. És még egy gondolatot a 15. vers alapján, akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok nem embereknek akarnak megfelelni. Úgy olvastuk ebben a versben, hogy felvették a pénzt, és úgy cselekedtek, amint megtanították őket, és elterjedt ez a hír a zsidők között mind-e mai napig. Ez ma is egy potenciális veszély, mondjam úgy, a kereszténységre. Azt mondja Pál a Galata 1.10-ben, ha még mindig embereknek igyekeznék tetszeni, vagy emberek kedvébe szeretnék járni, Isten szolgája nem volnék. Nem azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Nem mondhatjuk azt. Nem csaphatjuk be magunkat, még másokat sem. És azt mondja Pál apostol a Tesszalonikai első levél 4. részének első versében, hogy ki van jelentve számunkra, hogy és megtanítattunk arra, hogy mi módon kell mi Isten tetszését elnyerjük. Isten kedvébe járni. Ez nagyon lényeges. Tehát akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok ezeket a dolgokat nem tehetik. Ezek a dolgok nem lehetnek jellemzőek rájuk. Hanem a következő versekben, akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok mindenek előtt Jézusnak kell engedelmeskedjenek. Úgy olvastuk a 16. versben, hogy a 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahol Jézus rendelte őket. Jézusnak való engedelmesség. Péter azt mondotta a Cselekedetek 5. részének 29. versében, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Mert tőle van az elhívatásunk, tőle van a kiküldetésünk, vagy küldetésünk, és teljes mértékben rendelkezésére kell bocsássuk magunkat. Vállalják Galileát, ami azt jelenti, hogy megvetett. A megvetettséget, ami Jézus Krisztus követésével, parancsa teljesítésével együtt jár. Aztán vágyják a Jézussal való találkozást a hegyen. Egy hegyen találkozni az Úr Jézus Krisztussal. Mindezt azért, mert egy napon majd mindannyian egyen-egyenként neki fogunk számot adni. Ő előtte kell feleljünk arról, hogy mit tettünk, és mit nem tettünk, és miért tettünk dolgokat, és miért nem tettünk dolgokat. Aztán, akik készek ezt a nagy parancsot, Jézus a feltámadott parancsát teljesíteni, azok őt imádják. Azok készek az ő imádatára. Előtte borulnak le, előtte tisztelegnek, mondjam úgy, vagy tiszteletet tanúsítanak iránta. Mert azt mondja Sámuel első könyve, második részének a 30. versében Isten a prófétának, akik engem tisztelnek, azoknak én fogok majd tisztességet szerezni. És az imádat kételkedés nélküli kell legyen. És tudjuk a Bibliából, hogy Isten ma is, most ez ünnep vége közelettével is, igaz imádókat keres. Igaz imádókat keres, ami parancsának a teljesítésében, az iránta való engedelmességben nyilvánul meg. Ezt igényelte volna Sátán is, amikor Jézust, ami megváltónkat megkísértette, és sokan vannak emberek, akik ezt szeretnék ma is, hogy mások imádatának a tárgyává váljanak. A harmadik dolog, amit a 18. vers alapján értettem meg, akik a feltámadott parancsát teljesítik, azok elismerik
és elfogadják Jézus Krisztus hatalmát. Ami mindenek előtt Istentől való hatalom. Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy nekem adott ez a hatalom az atyától. Tehát az atyától kapta ezt a hatalmat, az Úr Jézus Krisztus. Aztán kapott hatalom, azt mondja, adatott. Nem ő, mondjam úgy, küzdött meg érte. Nem ő kaparintotta meg olyan formában, hogy nem lett volna hiteles, hanem kapta ezt a hatalmat, és eszembe jut az, amikor az Úr Jézus ott van Pilátus előtt, és Pilátus kérdezi, és Jézus nem felel, és azt mondja, nekem sem felelsz, hát nem tudod, hogy lenne hatalmam? Van hatalmam arra, hogy szabadon bocsássalak, vagy hogy éppen ítéletet mondjak feletted, és azt mondja az Úr, semmi hatalmad nem volna, hanem felülről adatot volna. Hanem felülről kaptad volna. Aztán látjuk azt is ebben az igében, hogy ez a hatalom mindenre kiterjedő hatalom. Azt mondja, nekem adatott minden hatalom. Minden feletti hatalom. És egyedi ez a hatalom. Azt mondja, nekem adatott. Nekem adatott. Nekem van hatalma mindenek felett a mennyen és a földön. Jézus hatalma alárendeltséget igényel. Ami védettséget, oltalmat, biztonságot nyújt ezen a földön, és majd az ítélet napján is a hívő ember számára, az ő parancsát teljesítő ember számára, hívő számára. Aztán, aki a feltámadott parancsát teljesíti, az akaratának teljesítését tartja feladatának. A legfőbb dolgának, hogy azt tegyem, amit ő parancsolt nekem, úgy tegyem, ahogy ő parancsolta. És azt olvastuk a 19. versből, hogy elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Készek elmenni az Úr Jézusért. Követséget vállalni az Úr Jézusért. Ha úgy kell, menjenek is, mint juhok a farkasok közé, arra is készek, hogy őt képviseljék. Aztán beszédük és életük Jézus tanítványaivá teszik az embereket. Nem maguk köré gyűjtenek embereket. Nem magukat biztosítják be, hanem Jézusra mutatnak. A Jézusnak való tanítványság a számukra a legfontosabb, a leglényegesebb dolog. Mindent megbízójuk utasítása szerint cselekesznek. Azt mondja, bemerítve őket. Nem ahogy ők gondolják. Nem ahogy mások szeretnék. Hanem ahogy Jézus parancsolta. Még a formáját is arra alapozzák a tennivalójuknak. A Máté evangélium a 3. rész 15. versében az Úr Jézus, amikor ő ment Jánoshoz, hogy bemerítse, azt mondja, hogy engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betölteni. És a bemerítésről szóló tanítás Isten igéjének, a mennynek egyik igazsága. És azt töltjük be, ha engedelmeskedünk neki. És annak mond valaki ellent, aki nem kész vállalni ezt. Tehát akarata teljesítését tartják feladatuknak azok, akik a feltámadott parancsát teljesítik. És még egy gondolat a 20. vers alapján, akik a feltámadott parancsát teljesítik azoknak a célja az ő parancsainak a megtartása és megtartatása. Készek ők is megtartani Isten parancsait, de ezt várják el, vagy ezt követelik, mondjam, hogy kérik Isten ige alapján másoktól is. Ők is megtartják, és készek megtartatni ezeket a parancsolatokat, mert azt olvasjuk, hogy tanítványokat, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És Isten félelmük nem betanult emberi parancsolatokban áll, ahogy Ésaiás 29.13-ban fogalmaz az ige. Vagy Isten az igében. Nem teszik félre Isten parancsait a saját rendeléseik miatt, ahogy Márk 7.9-ben olvastuk, hogy az Úr Jézus ezzel vádolta a farizeusokat, az írástudókat. Parancsai megtartásának pedig a következménye az, hogy veletek leszek. Veletek maradok. Tehát ha szeretnénk, ha óhajtjuk azt, hogy Jézus jelenlétébe éljünk. Legyünk készek minden nap, amit megértettünk az igéből, azt cselekedni, annak engedelmeskedni. Ha ezeket cselekítek, mint hogyha ezt mondaná Jézus ez alkalommal,
akkor én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. A feltámadott parancsának teljesítése érdekében fontos meglássuk azokat a dolgokat, amelyeket nem tehetünk, ahogy nem tehetjük, amúgy láttuk az első öt vers alapján, a 11. versről a 15. versig terjedő szakasz alapján, de láthatjuk azt is, hogy nem lehetséges, hogy a világnak és Istennek is megfeleljek. Mert azt mondja az Úr Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak. Világunkban, ahogy tettem már utalást erre, erős a megfelelési kényszer, nyomás, ami lelki életét a hívő embernek is megnyomoríthatja. Hanem engedelmeskedjünk neki. Legyünk készek az ő imádatára, az előtte való hódolatra. Fogadjuk el, rendeljük magunkat alá, vessük magunkat alá az ő hatalmának. Tegyünk mindent az ő akarata szerint, hogy megtapasztalhassuk azt, amit az Úr Jézus itt mond, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Vigyázzunk arra, hogy ennek a világnak a csábítása nehogy magával ragadjon bennünket, mert valaki azt mondotta, hogy a világot kormányzó négy hatalom a pénz, a papság, a hazugság és a militarizmus. És mindegyikkel találkozunk ebben az ige szakaszban, hanem Jézus Krisztus parancsa, az ő hatalma, az ő akarata, az ő imádata, az ő célja, hadd válna a mi célunká is. Kívánom, hogy az ünnep vége felé vagy végéhez közeledve engedjük, hogy az ige átjárjon bennünket és elvégezze azt mindegyikünk életében, amiért küldve lett. Segítsen bennünket az Úr erre. Amen. Végül mehet.
szeretek. Jézus, jöjj, és áldott igéddel, gyújts te fényt minden felé, hogy az ünkre vágyó emberek meghallják élet igéd. Oly sok lélek nem találja nyugalmát, jöjjetek, jöjjetek. Jézus még ma kész örömmel megbocsát, mentsetek, mentsetek. Jézus, jöjj, és áldott igéddel, gyújts te fényt minden felé, hogy az üdre vágyó emberek meghallják élet igény. Hajnal pirkad, múlik már az éjszaka, jöjjetek, jöjjetek. Felragyog az üdvösségnek szép napja, mentsetek, mentsetek. Jézus, jöjj, és áldott igéddel, gyújts te fényt minden felé, hogy az üdvre vágyó emberek meghallják élet igéd. Imádkozzunk! Végezetül pedig, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édesatyánk örökké tartó szeretete, és a Szentlélek megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, most és örökre. Amen. Úgy, ahogy az elmúlt időben is, csütörtök este 8 órától találkozunk kedves testvéreinkkel ugyanezen a felületen. Addig is Isten áldását kíván a mindennapjaitokra, vigyázzanak magukra, szeressék az igét, olvassák, töltsenek minél több időt az Úrral, közösségben a családtagokkal, és hadd lenne igaz, hadd tapasztalnánk meg ennek következtében, hogy még ezt teszünk, hogy csak ugyan Isten velünk van, az ő jelenléte, az több bárminél az életünk számára. Segítsen az Úr bennünket erre, mindegyikünket kegyelméből. Amen.